Jó, tessenek közelebb jönni, legalább az autók el tudnak járni gondtalanul, és nem megy végig senkünk semmi. Jó, tessenek közelebb jönni, úgy. Kicsit odébb lehet helyezkedni, úgy, hogy látom mindenkit. Hát itt vagyunk, tisztelt hölgyeim és uraim, Istennek hála! A mi fáradtságunk már nem volt hiába, hisz egy gyönyörű kincset hoztunk a házba, kincset, mely a vőlegénynek igen drága, hiszen rajta múlik egész földi boldogság. De hisz, hölgyeim és uraim, mielőtt kedves és jó hangulatú délutánunkat, esténket eltöltenénk itt a teremben, néhány attrakción túl kell esni azért ifjú párnak. Kérem szépen, némi applikáció van ezen a tálon. Elsősorban is, ami lelóg egy picit, a kenyér. Kérem szépen, azt kívánom az ifjú párnak, hogy kenyér mindig legyen az asztalukon, mert ha kenyér van, akkor gond nem lehet. Ez két magvas barna kenyér, ha nem ilyen, akkor fehér kenyér legyen. Szíveskedjétek egy-egy szeletet elvenni. Nagyon remek. Kérek egy asszisztenciát, aki ezt a zöldet megfogja. Köszönöm. Nos, hölgyeim és uraim, tehát kenyér mindig legyen az asztalukon, mert akkor jó az élet. Aztán van itt némi mézecske. A mézről a háziasszonyok nagyon jól tudják a két legfontosabb tulajdonságát. Egyrészt, hogy iszonyúan édes, a másik, hogy mocsokul drága. Én azt kívánom a párnak, hogy legyen olyan édes az életük, mint a méz, és legyen pénzük mézre, mert ha arra van, akkor valószínűleg mindenre lesz. Kérem, hogy törjétek meg a kenyér folytonosságát egy szakítással, és tunkoljátok bele a mézbe, majd kínáljátok meg egymást a mézes végével. Várj egy kicsit. Úgy. Na akkor hajrá! Azt kérem szépen, a másik kicsi tálon némi só van. Bizonyára többen ismerik azt a mesét, amikor megkérdezi a király a lányát, hogy hogy szerezte lányom engem, mire ő azt feleli, hogy mint emberek a sót. Nos, én azt kívánom az ifjú párnak, hogy fűszerezze mindig az életüket valami, ne legyen egyhangú. Jelen esetben a sóval kezdjük ezt a dolgot, úgyhogy szíveskedjetek, vagy ugyanazt a felét, vagy egy másikat besózni. Tekila meg citromlé nem lesz már, azt most mondom. És kínáljátok meg egymást, légy szíves. Van. Ott van a... Nagyon megszoktál! Kérem szépen, ezekbe a poharakba egy kicsi asszony szomorító nyakolaj van. Úgy hívják, hogy pálinka. Én nem tisztán szeretem, hanem piszkosul. Azt mondták eleink, hogy kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság. Kívánom a párnak, hogy legyenek mindig egészségesek, és azért itt-ott a pincébe akadjon egy kis pálinka, ha más nem a vendégek megkínálására. Hát úgyhogy még egy kívánságom van, ott jöjjön ki, ahol bement. Há, hogy a pohárból! Na, ami nem a parad! Egy! Azt mondja, hogy mindenki ismer, ugye? Húzunk bele! Úgy látszik, hogy edzett a pár. Ajjaj! Így ott a mosatra! Hát szerintem abba víz volt. Kérem szépen! Nem ér víz. Kérem szépen, a legfontosabb feladat következik. Utolsó kívánságom a párnak, hogy utolsó tányértörés legyen a családba. Semmilyen harag, semmi folytán ne legyen tányértörés a családba. Úgyhogy most az a kérésem Andreához, önökhöz az, hogy vigyázzanak a szemükre, mert belepattanak egy cserépdarab, ami nem túl finom. Andreához pedig az a kérésem, hogy törjük minél szigorúbb ezt a tányért először és utoljára az életbe. Próbálkozzunk meg, mert lépjék ki egy kicsit, Andrea, a körközben.
Na ezt kénként veszélj! Balázs, utoljára szeperi az életet! És először! Igyekezzél Balázs, mert legyen nem is tudtad volna! Adjál meg, segít összeszedni a családot! Gyerünk, tessék igyekezni, tessék igyekezni! Töpörjük össze alá, gyerünk Balázs! Adad, nagyon jó! Össze kell szedni, adad! Én nem a dombajára. Ott látom még egyet! Hajoljál le, André, mert szétviszi a családot! Egész, figyelj! Elhúmar-e? Még egy darab. Szedd össze mindegy szemig. Kérem szépen, tapsolj meg Balázst! Még van. Figyelj, most azt kérem tőle, hogy rakja össze, amit szétszett Andrea. Addig nem kapunk vacsit. Kérem szépen! És akkor Balázs, jelezze, hogy a büdös életben ne kelljen söpörni. Abba az irány... Nem. Túl közel adottad, jó messzire abba az irány. Ott van a... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Némi technikai szünet következik. Aki először látogat Hollókőbe, annak ajánlom Hollókő gyönyörű házait megtekintésre. Azokat a kedves vendégeinket a násztéből, akik a vacsorára hivatalosak, 5 órára, 17 órára várjuk ide a nagyterembe. Addig is szabad foglalkozásra mindenkinek, kellemes nézelődést. A pár egy kis fotózáson fog túlesni majd, kreatív fotózáson. Önökkel pedig, akik a vacsorára hivatalosak, 17 órakor találkozunk itt a teremben. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Na akkor erre induljunk, amire jöttünk. Becsipelme? Igen.